egyre több a megtakarítás, mintegy 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke itthon. Fűtenek, ha kérik. Szeptember 26-án kedden már 4500 lakás és mintegy 25 közintézmény igényelte a fűtés szolgáltatást a Nyírtáfő Kft-nél. Nőtt a munkabalesetek száma, több mint 2000-rel többen sérültek meg munkavégzés közben 2016 első fél évében az elmúlt év hasonló időszakához képest. Akár havi 10-20 ezer forint összeggel, de elkezdett gyűjteni a lakosság nyugdíjas éveire. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Mintegy 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke itthon, derül ki az egyik piacvezető pénzintézet felméréséből. A megkötött biztosítások száma is emelkedett, a magasabb keresetűek pedig több megtakarítási termékből is választhatnak. Minden ötödik befektető lakásfelújításra tesz félre, emelkedett azok száma is, akik gépjárművásárlásra költik megtakarításaikat, de a magasabb jövedelműek gondolnak gyermekeikre és a nyugdíjas éveikre is. Már pár ezer forintból is el lehet indítani a nyugdíj célú megtakarításokat, és mostanában a 35-40 éves korosztály is öngondoskodik. Hangzott el 35 perc című műsorunkban. A tavalyi évekhez képest azt lehet mondani, hogy nőtt igen a nyugdíj célú megtakarításoknak a száma. Egyre többen gondoskodnak most már a jövőjükről, és a nyugdíjas éveikre próbálnak egy kicsi összeggel hozzájárulni. Ugye több megtakarítási forma van, amit ugye a nyugdíjas évekre tehetnek félre az emberek. Akár egy önkéntes nyugdíjpénztár, egy nyugdíj előtakarékossági számla, vagy pedig maga az életbiztosítás nyugdíjas célra. A magasabb jövedelműek jobb helyzetben vannak, mert ugye a 20%-os adójogbeírást ők jobban igénybe tudják venni, mint akiknek alacsonyabb a bérezésük. De én azt gondolom, hogy minden társadalmi réteg megtalálhatja azt a megtakarítási formát, ami számára a legkedvezőbb. Az Alkusz kiemelte, a paletta széles, többfajta biztosítási termék van a piacon. Aki pénzt akar gyűjteni, félretenni vagy akár befektetni, van lehetősége választani a konstrukciók közül. Többek között léteznek életbiztosítással kombinálható biztosítási formák, alapkezelőhöz elhelyezhető pénzösszegekről szóló termékek, vagy akár banki befektetések is. Próbálják ugye életbiztosítással kombinálni a befektetést, tehát gyakran értékesítünk mi olyan unit link termékeket, amiben ugye a kettő védelem, illetve a befektetési rész megvan, illetve a befektetési alapkezelőkhöz is nagyon sokan rakják be a meglévő pénzüket. A Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelmet fordít arra, hogy csak olyan pénzintézeteket engedjenek be a szférába, akiknek megfelelő a likviditásuk. Erről nem csak a honlapjukon lehet tájékozódni, hanem érdemes szakember segítségét is kérni. Így lehet megtalálni a legbiztonságosabb befektetési vagy megtakarítási formát. Szeptember 26-án kedden már 4500 lakás és mintegy 25 közintézmény kérte a fűtés szolgáltatást a Nyírtáfő Kft-nél. A szezon hivatalos kezdete szeptember 15-én volt, azonban fogyasztói igény alapján bármikor kérhető a szolgáltató, automatikusan ugyanis nem kapcsolja be a fűtést. A Nyírtáfőhöz jelenleg közel 16 ezer lakás tartozik. Fogyasztói igény alapján a szolgáltató bármikor bekapcsolhatja a fűtést a lakásokban. Az elmúlt napok időjárásának köszönhetően ezt már többen meg is tették Nyíregyházán. A hideg őszi napok ellenére sincs azonban automatikus bekapcsolás. Mindenkinek jelezni kell, ha fűtés szeretne. Hiába indult el a szezon hivatalosan szeptember 15-én. Ettől az időponttól kezdve de állunk a fogyasztók rendelkezésére a fűtési szolgáltatással, karbantartásaink befejeződtek, felújítási munkálataink, és hát a fogyasztóink élnek is vele, ahogy csökken a külső hőmérséklet, hiszen az elmúlt napokban már ilyen 13-14 fokos átlag hőmérsékletek voltak. Ilyenkor a fogyasztók megrendelik tőlünk, a fogyasztó képviselői megrendelik tőlünk a fűtést, szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást megrendelhetik különböző módon, de mindenképpen írásban, illetve különböző helyszíneken, leadhatják ügyfélszolgálatunkhoz, eljuttathatják hozzánk e-mailben, illetve a telefaxon. Hétfőn 14 fok volt az átlag hőmérséklet, így kedreggel már 4500 lakásban fűtöttek a mintegy 16 ezerből, illetve 25 közintézményben is. Ezek főleg óvodák és iskolák. A Nyírtáfőnél néhány felújítás is történt az elmúlt időszakban. Tavaly nyáron beüzemeltünk új belvárosi
nagyobb fogyasztókat, intézményeket, illetve ők is most már ezt élvezik, ennek az áldásos hatását, ugye őt távhőszolgáltatással látjuk el. Az idén ugye karbantartások történtek, belvárosban voltak komolyabb vezetékcserék, de ezeket kellő időben elvégeztük, úgyhogy várjuk a telet, és hát állunk a fogyasztóink rendelkezésére. A szolgáltatónál akár napokra is lemondható a fűtés, Jó László hozzátette. Már idén is volt olyan fogyasztó, aki a melegebb napokra visszamondta a szolgáltatást. Több mint 2000-rel nőtt a munkabalesetek száma 2016 első fél évében az elmúlt év hasonló időszakához képest, hangzott el a Biztonság-Egészségvédelem szakmai kiállításon és fórumon Nyíregyházán. A növekvő tendencia évek óta megfigyelhető, a két leginkább érintett ágazat pedig a mezőgazdasági és az építőipari munkák. A vándorkiállítás ismeretterjesztés céljából érkezett a Szabolcsi megye székhelyre. Kedden érkezett Nyíregyházára a Biztonság-Egészségvédelem vándorkiállítás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában szakmai fórumot is tartottak a résztvevőknek. A rendezvényen elhangzott, a megyében is egyre több a szabálytalanság a védőeszközök használatával kapcsolatban. A felügyeleti szervek az év első 6 hónapjában több mint 55 millió forint munkavédelmi bírságot szabtak ki országosan. A megyében a bírságok felét azért, mert egyáltalán nincs is megfelelő védőeszköz. Ez pedig balesetekhez vezethet. Évről évre emelkedik a munkabaleseteknek a száma. Meg lehet nézni a munkavédelmi statisztikákat, több ezerrel nőtt az elmúlt esztendőben a korábbi évekhez hasonlóan a munkabaleseti szám. Ez nem túlságosan kedvező, hiszen a családok hazavárnák azokat a munkavállalókat, akik reggel egészségesen és biztonságban levő módon elmennek dolgozni. A mi feladatunk az, hogy ismeretterjesztést végezzünk egyrészt, másrészt pedig megmutassuk a munkavédelmi szakembereknek, hogy milyen védőeszközöket kell, hogy kiválasszanak ahhoz, hogy a munkavállaló egészségben és biztonságban tudjon hazamenni. 2016 első fél évében 10.276 munkabaleset történt Magyarországon. Ez a szám több mint 2000-rel magasabb a korábbi év hasonló időszakához képest. Akkor ugyanis 8.057 munkabaleset történt, hangzott el a fórumon. A KSH adatai szerint a tavalyi éves adat pedig 23.027 baleset. Ezek közül az első fél évben 45 halálos történt. A legveszélyesebb ágazatok a mezőgazdaság és az építőipar. Előbbiben azért, mert kis létszámban és veszélyes gépekkel dolgoznak, utóbbinál pedig a magasságból adódik a sok baleset. A leginkább érintett korosztálya 35-44 évesek, de minden munkához fontos a megfelelő védőfelszerelés. Az ártérben tartályban beszállással, de ugyanúgy a tűzoltóságoknál is, például egy személyi gázérzékelő tűzoltóságoknál a leesés, lezuhanás elleni védőeszközöket, azt mélyben és magasban végzett munkáknál, a légzésvédőket azt attól függ, hogy milyen kialakítású, azt nagyon széles területen, szintén boros munkahelyen, gázos munkahelyen, mentésre, munkavégzésre, katasztrófavédelem területén, sok helyen. A fórumon az is elhangzott, ha a munkaadó 1 forintot befektet a biztonságba, az 3 forint eredménnyel jár, ugyanis nem lesz munkaidő kiesés, baleset és büntetés sem kell fizetni. Biztonságosan közlekedni egy életúton, ezzel a felhívással érkezett Nyíregyházára a Magyar Autóklub programsorozata. A 4 napon át tartó rendezvényen a gyerekek és szüleik számos olyan eszközt kipróbálhatnak, amelyek felhívják figyelmüket a közlekedés veszélyeire. A program célja, hogy mindenki elsajátítsa a forgalomban való biztonságos részvétel szabályait. Biztonságosan közlekedni egy életúton. Ezzel az országjáró közlekedés biztonsági programmal újra Nyíregyházára érkezett a Magyar Autóklub. A program célja, hogy az életkorból fakadóan legvédtelenebbeket, vagyis a gyermekeket, szüleiket, valamint a 65 éven felülieket biztonságos közlekedésre tanítsák. Felhívják a résztvevők figyelmét a közlekedés szabályaira, veszélyeire, hogy ezzel is növeljék a kultúrát, forgalomban való részvételt. A városvezetés számos módon próbálja ezt a nevelést alkalmazni. Fontosnak tartjuk azt is, hogy már az óvodai korosztálynál elkezdjük ezt a
nevelést. Az óvodákban felújításra került több olyan régi rutinpálya, ahol ez lehetőségként adott, illetve olyan eszközöket is kaptak az óvodák az elmúlt években, amivel a gyerekeket már a felfestett útjelzőknek a használatára, a táblák jelentésére elkezdik oktatni, illetve az idei évben költségvetésünk tartalmazta, hogy a Zerg Zoltán általános iskola mögötti területen egy biciklis rutinpálya kerül kialakításra, amely az általános iskolai korosztálynak lesz oktatópályaként használva. Ez a nevelési és tanítási módszer sikeresnek bizonyult, hiszen az elmúlt évekhez képest egyre kevesebb a halálos kimenetelő közlekedési baleset Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain is. Ha csak a statisztikai számokat is elemzem, és azért a statisztika hosszú távon az igazság felé közelít, egy javuló közlekedésbiztonsági helyzetet tapasztalunk a megyében. Az előző évi adatokhoz képest egy 11%-os csökkenés következett be a személyi sérüléses balesetekben, és ami még örömtelibb, hogy a tavalyi 23-mal szemben 16 volt már időzőjelben csak a halálos kimenetelő baleseteknek a száma. Hát ez az van teljesen az optimális, hogyha nulla lenne. A közlekedés biztonsági program elsősorban gyakorlatorientált, élményközpontú, mely az átélt tapasztalatokon keresztül ágyazódik be a tudatba. Így a résztvevők számos pályát és eszközt kipróbálhatnak. Megtudhatják, milyen a csúszós vizes úton megcsúszni, mennyit számít a biztonsági öv használata egy ütközés során, vagy hogy milyen érzés ittas állapotban irányítani egy járművet. A gyerekeket oktatjuk, a kis óvodáskortól egészen az öregkorig rendelkezünk programokkal. Ez a program, ami most beindult, ez most itt 4 napig tart ez a program. Ide előre programozottan jönnek a diákok, és itt tanítjuk őket a közlekedés helyes dolgai. Elméleti és gyakorlati oktatásokat tartunk, ez 100 millió forintba kerül nekünk, a Magyar Autóklubnak, és 10 000 gyereket képzünk egy évben. Ez úgy gondolom, hogy elég jelentős, és a Magyar Autóklubnak ez egy nagyon fontos célkitűzése. A nyíregyházi eseményen felállított rendezvénykamion 5 napon át, szeptember 26-ától 29-ig várja az érdeklődőket. Egy személygépkocsi szabálytalanul próbált bekanyarodni Nyíregyházán a Rákóczi utcáról a Moszkva utcára, és a vele szemben szabályosan közlekedő másik járműnek ütközött. A balesetben személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. Elkezdődtek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház új darabjának olvasó próbái. Hogy melyik darabot láthatja hamarosan a közönség, arról nem sokára, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Győzelemmel zárta a szezont Szikszai Róbert, a nyíregyházi diszkoszvető a szentesi dobógálán 61 méter, 20 cm-es eredménnyel végzett az élen. Kerekes László tanítványa 1 hónap teljes pihenőt tart, majd elkezdi a felkészülést a 2018-as évre. Győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság nyitó fordulójában Kecskeméten lépett pályára, és 83-78-ra verte ellenfelét. Elkezdődtek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház új darabjának olvasó próbái. A Linen szépe című előadást Pregicer Fruzsina és Kuti Patricia főszereplésével Göttinger Pál állítja színre. A premier november 17-én lesz a Színház Krúdi Kamara színpadán. A Linen szépe című darab első olvasó próbáját tartották hétfőn délután a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei. Martin McDonald darabja egy kegyetlen, erős akaratú anya, és az ő megzavarodott, de nem kevésbé kegyetlen és erős akaratú lányának hátborzongató, véres és mégis kaszaktató történetét mutatja be, akik a világ végén, a falutól és a világtól is elzárva magukra maradnak egy kis házban. Nem fiatalok már, így nagyon veszedelmes dolog arról álmodozniuk, hogy az életük még változhat, pláne jobbra fordulhat. A művet Göttinger Pál állítja színre, Kuti Patrícia és Pregicer Fruzsina főszereplésével. Anya, lánya és még 2 férfi szerep a szereplőgárdon. Én is utána olvastam természetesen, mert kíváncsi a természetem, hogy miről szólhat ez a színdarab. Hát ez egy ilyen se veled, se nélküled, furcsa kalandja.
időközönként borzalmas és borzalmasan szép is a kettőjük kapcsolata. Pregicer Fruzsina az anya szerepében áll majd színpadra, ami új kihívást is jelent számára. Mikor ilyen típusú szerepeket kapok, akkor mindig arra gondolok, hogy ez egy jófajta terápia, jófajta ideg és érzelem és lélek mozgatás, amiben úgy ki táncolja, vagy kirugózza magát a lelkem, a természetem, és talán ennél kevesebbet viszek haza a családomba. Kevesebb koszt, meg bajt. Hát kíváncsi vagyok, mert ugyan elértek az anyaszerepek, ilyen típusú anyát még életemben nem játszottam, látni láttam, és életben sem találkoztam ilyenne, bár őszintén megmondom, hogy az élet sokszor sokkal cifrább és gírbegurbább fordulatokat produkál, mint amit a színpadon meg tudunk csinálni. A Lénen szépe című darabot november 17-től láthatja a közönség a Móri Zsigmond Színház Krúdi Kamara színpadán. Egymás segítése és kölcsönös népszerűsítése, ez az elsődleges célja annak az együttműködésnek, melyet a Nyíregyházi Állatpark és a Nyíregyháza Spartacus futballklub kötött. A megállapodás tartalmazza azt is, hogy a felek közös akciókat is szerveznek majd. Különleges megállapodást kötött egymással a Nyíregyházi Állatpark és a Nyíregyháza Spartacus futballklub. Az együttműködés tartalmazza többek között azt, hogy a felek saját kommunikációs csatornáikon keresztül segítik egymás munkáját. Lehet, hogy csak elsőnek tűnik furcsának ez az egész, de hát a Nyíregyházi Állatpark nem csak egy egyszerű állatpark, hanem Magyarország leglátogatottabb vidéki állatgyűjteménye, és mint ilyen, nagyon érdekes, de a leglátogatottabb első számú vidéki turisztikai látványosság, és nagyon ismert országszerte, és ez az ismertséghez csatlakoznak a különféle sportágak, sportcsapatok, akik már ugye valamilyen formában együttműködtek velünk, akkor én remélem, hogy tudunk nekik segíteni abban, hogy ők is ismerté váljanak, és hát legyünk picit önzőek, mi is azt reméljük, hogy olyan körben, akik nem elsősorban állatkert látogatók, szurkolók, és forog a nevünk, a Nyíregyházi Állatparkot megismerik. A Nyíregyháza Spartacus vezetése fontosnak tartja, hogy segítse a város meghatározó intézményeinek, látványosságainak, országos ismertségét és jó hírét vigye a megyének. Én azt gondolom, hogy nekünk ez feladatunk, hogy népszerűsítsük tényleg magát a várost is. Ugye a labdarúgás révén eljutunk az ország minden szegletébe, és tudjuk jó hírét vinni a városnak, és ezen belül mondjuk az állatparknak is, aminek egyébként nagyon nagy ismertsége van az egész országon belül. A két fél közös akciókat is tervez. Az első ilyen esemény az Állatok Világnapjához kapcsolódik vasárnap. A Spari következő hazai mérkőzésére ingyen mehet be, aki aznap váltott jegyet az állatparkba. A meccsen résztvevők pedig állatparki belépőt nyerhetnek. Győzelemmel zárta a szezont Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető a szentesi dobógálán 61 méter 20 cm-es eredménnyel végzett az élen. Kerekes László tanítványa egy hónap teljes pihenőt tart, majd elkezdi a felkészülést a 2018-as évre. Jövőre Berlinben Európa-bajnokságot rendeznek, a diszkoszvetőknél 63 méter a kvalifikációs szint. Mivel a tiszavasvári úti építkezések miatt a nyíregyháziak szeptemberi versenye elmaradt, a hagyományos szentesi gálán zárták a szezont a magyar dobóatléták. A mezőnyben több nyíregyházi versenyző között ott volt Szikszai Róbert is, aki az idény végén nagyszerűnek mondható 61 méter 20 cm-es eredménnyel végzett az első helyen diszkoszvetésben. 60 méter földobálgattam, mint edzésen is, tehát gondoltam, hogy esetleg egy jót dobhatok, mondjuk, hogy annyi volt, hogy hamar elfáradtam, már azért szezon vége van, úgyhogy harmadik dobásra sikerült ezt a 60-20-at dobni, és azzal be is fejeztem a szezont. Szikszai első felnőtt szezonját tudhatja maga mögött. A tájvani univerziádén bronzérmet szerző atléta stabilan teljesített a 2017-es versenyeken. Én elégedett vagyok, pont most számoltam össze, 16 vagy 17 versenyen ment dobtam 60 méter fölött, és 3 versenyen dobtam 60 méter alatt. Az volt a terv, hogy ezt a 60 méteres sikerüljön stabilizálni erre az évre, ez teljesítve van, jövőre ugyanez van csak 62 méternél,
szeretnénk, hogy ha stabilan ezt a 61-62 métert megdobnám, és azzal tényleg minden versenyen azért ott lehet lenni az elején. Kerekes László tanítványa egy hónapig nem vesz diszkoszt a kezébe, más sportágakkal azonban igyekszik karbantartani magát a nyíregyházi atléta. Aztán elkezdődik a felkészülés a 2018-as szezonra. A jövő év főversenyének a berlini Európa-bajnokság számít, amelynek 63 méteres kvalifikációs szintjét szeretné minél hamarabb megdobni Szikszai Róbert. Győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság nyitó fordulójában Kecskeméten lépett pályára, és 83-78-ra verte ellenfelét. Az NKS vasárnap a Szolnokot fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Az új lebonyolítási rend szerint három csoportban küzdenek a csapatok az alapszakaszban a női amatőr nemzeti bajnokságban. A nyíregyházi kosársuli a piros csoportba kapott besorolást. A nyitófordulóban az NKS két korábbi magas embere, Farkasinszki Orsolya és Pál Vivien nélkül utazott Kecskemétre. Az első negyedet 7 ponttal a vendégek nyerték, a második 10 perc 3 ponttal a hazaiaké lett. Nagy szünet után növelték előnyüket a nyíregyháziak, és bár a záró negyedben igyekezett zárkózni a Kecskemét, 5 pontot meg tudott őrizni előnyéből Farkasinszki Gyuláni együttese. Próbáltuk megnézni azt, hogy mely összeállításban és mely szerkezettel vagyunk a leghatékonyabbak, és érdekes módon, ugye, ami nekünk sosem működik, és sosem tudunk vele mérkőzést nyerni, a 2-3 zóna, ez hozta meg a csodát, ez hozta meg a változást, és itt ennyire a védekezésnél sikerült egy akkora előnyre szert tennünk, amivel ugye a végjátékban kitartott, és sikerült megnyerni ezt a mérkőzést. Megmondom őszintén, hogy ez egy ilyen kaotikus állapotú mérkőzés volt. Ugye az ellenfél 40 percen keresztül egész pályaletámadással dolgozott. Ők itt váltogatták az emberfogást és a zóna letámadást, ami azért helyek közel jól tudtunk megoldani. Inkább a nagyobb gond és a probléma az volt, hogy nem tudtuk kintről értékesíteni a helyzeteinket, tehát a kinti dobó százalékunk az egy ilyen minimális sikeredben 12-ből 2-3 pontot sikerült bedobnunk, ami én úgy gondolom, hogy azért az előző évekhez képest ez egy nagyon rossz teljesítménynek mondható. A nyíregyházi kosársuli a következő fordulóban azt a Szolnokot fogadja, amelyik a DVTK U23-as csapata elleni egypontos győzelemmel kezdte a szezont. A Szolnok az hasonló játék stílus képvisel, neki is az aránylag sokot utánpótláskorú játékosa van, ami azt jelenti, hogy ők is megpróbálnak folyamatosan a mélységi betöréseket, abból a kiosztásokat. Ugye azt jelenti, hogy ez nagyon könnyen össze lehet gyűjteni a fautokat, és ugye abból lehetnek a gondok és problémák, de szerintem nem képvisel akkora játékerőt a Szolnok, mint a Kecskemét, meg a másik az, hogy hazai pályán vagyunk, és hazai pályán azért csak jelenik bedobni a külső dobásokat is. Aztán bízunk benne, hogy azért egy hét gyakorlás után azért a szerkezeten is sikerül annyit alakítanunk, hogy már a palánk alatti helyzeteinket és a palánk alatti dolgainkat is meg tudjuk úgy oldani, hogy ebből eredményesek lehetünk. A nyíregyházi kosársuli Szolnok mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Akár havi 10-20 ezer forint összeggel, de elkezdett gyűjteni a lakosság nyugdíjas éveire. Mintegy 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke itthon, derül ki az egyik piacvezető pénzintézet felméréséből. A megkötött biztosítások száma is emelkedett, a magasabb keresetűek pedig több megtakarítási termékből is választhatnak. Szeptember 26-án kedden már 4500 lakás és mintegy 25 közintézmény kérte a fűtésszolgáltatást a Nyírtáfő Kft-nél. A szezon hivatalos kezdete szeptember 15-én volt, azonban fogyasztói igény alapján bármikor kérhető, a szolgáltató automatikusan ugyanis nem kapcsolja be a fűtést. A Nyírtáfőhöz jelenleg közel 16 ezer lakás tartozik. Több mint 2000-rel nőtt a munkabalesetek száma 2016 első fél évében az elmúlt év hasonló időszakához képest, hangzott el a Biztonság Egészség Védelem szakmai kiállításon és fórumon Nyíregyházán. A növekvő tendencia évek óta megfigyelhető, a két leginkább érintett ágazat pedig a mezőgazdasági és az építőipari munkák. A vándorkiállítás ismeretterjesztés céljából érkezett a Szabolcsi megye székhelyre is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 26-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!
Holnap is fátyol felhős, de többnyire napos időre számíthatunk az Észak-Kelet-Európa felett elhelyezkedő anticiklon peremén, térségünk fölé többnyire száraz, szerdától egyre hűvösebb léghullámok érkeznek. Az éjszaka folyamán fátyol felhős lesz az ég, csapadékra viszont nem kell számítani, a keleti szél is mérsékelt marad, reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is főleg magas szintű felhők zavarják csak a napsütést, melyekből esőre nem kell számítani, a keleti szél viszont helyenként kissé megélénkül. Délutánra 20 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, fronthatás pedig nincs térségünkben. A hét második felében is marad a csendes, szép őszi idő, gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek egyaránt lesznek, de esőre nem kell számítani. Napról napra gyengül kissé a nappali felmelegedés, és egyre hidegebbek lesznek az éjszakák is. A jövő hét elején pedig erősen megnövekszik majd a felhőzet, és keddtől ismét esősebb idő várható.